50 fiatal olvas közösen csendben egy csütörtök este Budapest buli negyedének közepén. Aláfestésnek cselló zene szól. Elsőre talán szokatlan jelenet. Ez az Olvasni Szabad mozgalom eseménye. Először tavaly nyáron a Szabadban gyűltek össze. Szeptember óta itt találkoznak havonta egyszer, hogy együtt egy térben olvassanak. Valaki Edgar Allan Poe-t olvas, valaki Bibliát, valaki nem tudom, az Utas és a Holdvilágot, valaki a Pár utcai fiúkat, én fizikáról olvasok általában. Más szerintem ez mint mondjuk egy könyvklub, mert egy könyvklubban ugye mindenki egy könyvet olvas, és arról van beszélgetés. Nálunk arról van beszélgetés, hogy abba az egy órába az a sokféle könyv, meg irodalom, vagy bármi szöveg, amit olvastak, mindenki saját kis utazásában van benne, és a végén mégis megosztjuk egymással, hogy mi volt az a gondolat, ami abba az egy órába, ami mindenki együtt volt, és mégis a saját világában volt, a számára a legfontosabb. A mozgalom eseményeire főleg fiatalok járnak, sokan minden hónapban jönnek. Én szeretek olvasni, meg szeretem az irodalmat, szóval alapvetően ezért jövök. Nagyon sokszor vagyok úgy, hogy ugye azt se tudom, hogy mit olvassak, és például ezért nekem az is nagyon jó, amikor körbe megyünk, hogy ki mit olvasott, mert az akkor ad nekem ötletet, hogy mit olvassak legközelebb. Én szeretek könyvtárban tanulni, és társaságban tanulni úgy, hogy közben nem beszélünk, vagy nem veszünk tudomást egymásról, és ez ad egy ilyen szociális nyomást az egésznek, hogy még inkább megpróbálj belemélyedni abba, amit csinálsz. Látom, hogy mások is olvasnak, akkor sokkal jobban rá tudok koncentrálni, és nincs meg az, hogy most egy kis szünet, egy kis nem tudom mi, hanem nekem jól esett ez a kontrolláltabb része az egésznek. Azt mondják, a közös olvasás közösségi élmény is. Szerintem ez egy tök jó program, hogy itt emberek összegyűlnek. Enikőt most ismertük meg, 2 perce kb. És hogy ugye barátokra is találhatunk meg ilyen közösségi tevékenység. Alapvetően igen, az olvasás magányos, viszont picit olyan, mint nem egyedül lenni. Ismét összegyűltünk az anonim olvasók titkos klubjával. A mozgalom alapítója Szendrői Csaba költő, az Elefánt zenekar frontembere. A zenekarral járó népszerűséget szeretném valami olyan jó dologra használni, amiben lehetek rész egy olyan közösségnek, amit bár valahol én motiválok arra, ami történik, de aminek én is pont ugyanolyan egyenrangú tagja vagyok. Nem vezérel semmiféle ilyen felsőbbrendűségű dolog, hogy aki olvas, és akkor okosabbnak kell lennünk másoknál, és úristen, és a fiatalok nem olvasnak, meg ez szerint bennem nincs. Én azt gondolom, hogy a fiatalok olvasnak, és egyébként reneszánszet is éri valamilyen szempontból az irodalom. Az Olvasni Szabad szervezői azt tervezik, hogy a nagy érdeklődés miatt vidékre is elviszik az eseményt. És bár a felmérések szerint csak a magyarok 13%-a olvas rendszeresen, az látszik, hogy van igény a közös olvasásra.